Egy kicsit próbálom megismertetni itt a vendégekkel, hogy mi mindent lehet az erdőből kinyerni, ami ennivaló céljára használható, de mivel már november van, így elég kevés az a növény, amit találhatunk, így káposztával és hagymával van pótolva. A kenyereken fűszeres zsír van, amiben zsálya, kakukkfű és fokhagyma vagy fokhagyma található. A tetején pedig kétféle saláta, káposzta, hagyma és borágó. Ez egy uborka levelű fűnek nevezik, uborka íze van. A másikon pedig tyúk, hurkákics és káposzta, hagyma. Csíráztatott retekmag és ebben pedig kendermag található. És még egy csemegét hoztam, nem tudom mennyi van még belőle. Ez pedig a magból készített kávé, ami valaha a néphagyományban egy igen elterjedt erősítőszer volt, öregeknél és gyerekeknél használták. Aki akarja, megkóstolhatja majd. Legyengült embereknek volt a gyógyszere, nagyon-nagyon sok D-vitamint, vitamint, zsíros anyagokat tartalmaz, igazi tápszer volt abban az időben, süteményt, kenyeret, kávét készítettek belőle. Igazából itt az a cél, hogy a gyerekek is megismerkedjenek olyan élelmiszerekkel, amit ők maguk is megtalálhatnak az erdőben, illetve én a saját óvodásaimmal tanítom is, hogy ezek micsodák, és megismertetem őket ezekkel a növényekkel. Hoztam különféle egyéb, most még megtalálható növényeket, ilyen például a tölgynek a levele és kérge. A tölgynek a levelét és kérgét összehúzó hatása miatt használták, főleg olyan esetekben, amikor valamilyen vérző baj volt. Ma az aranyérrel nagyon sokan szenvednek, holott egy totál egyszerű gyógymódja van, ilyen összehúzó jellegű gyulladás csökkentő anyagokat használunk, például ez kinyerhető a fiatal tölgy kérgéből, leveléből, de ugyanúgy a magjából is, tehát a magból készített főzet ugyanúgy alkalmas a gyulladásra, gyulladáscsökkentés és összehúzásra. A galagonya, hát ebből még valamennyi van az erdő, néhány szemet lehet találni. A mai világunkban is a gyógyszerek zöme galagonya kivonatot tartalmaz, mivel ennél jobbat nem tudtak kitalálni többek között. A galagonyának a termésében, illetve a virágos hajtás végekben is megtalálható ez a szívet erősítő csodálatos anyag. Nagyon jól használható olyan esetekben, ha bebedobog a szív, és nem tudok vele mit kezdeni, ha felugrál a vérnyomás, össze-vissza megy, akkor is harmonizálja a vérnyomást. Éjszakai, tehát nem kapok levegőt rendesen éjszaka, légszomjam van, akkor is használható. Szívinfarktus után rendszeresen használni kell a tejáját. Szóval egy csodálatos növény, mindenkinek ajánlom. Kifáradásnál, tehát pszichés terheltségnél akkor is jól használható. A kendermagot hoztam még, ez a vetési kendernek a magja. Ez nagyon fontos, hogy ismerjék azok, akik nem találkoztak vele, mivel itt egy nagy defekt van a gondolkodásban, ami tudatosan gerjesztett, ez a véleményem. Összekötötték az emberek gondolkodását azzal, hogy a kanabisz és a kábítószer az csak ebben a párhuzamban létezik. Nem. A vetési kender az igaz, hogy maga a termesztése engedélyeztetéshez kötött, de a magnak a fogyasztása az engedélyezett. Tehát ez is hivatalos, rendes boltból termelőtől van megvásárolva. Rendkívül nagy a gyógyhatása, minden szempontból mondhatnám a fiatalság forrása, akár az olaja, akár a magja, akár a leveleinek rendkívül széles a gyógyhatása. Tehát próbáljuk ezt a gondolattársítást kicserélni arra, hogy a kendert használjuk, mint gyógyszert, és táplálék kiegészítőt is. Meg lehet szagolni, egy nagyon kellemes pirított, szagudj meg, jó? Pirított telt illata, íze van,
a kenyereken rajta van. A csipke az mindenki által ismert gyógynövényünk, de kevesen tudják azt, hogy mi mindenre jó. Szent Hildegárd a középkorban azt mondta, hogy a csipkénél nincsen jobb gyógyítószer, hiszen nem csak a testet, hanem a lelket is megtisztítja. Ezért ő olyan készítményeket csinált, amelyben nem csak a csipkének a termése, hanem a virágát, a kérgét, a gyökerét is felhasználta. Univerzális szer, mert a légúti betegségektől kezdve a belegben előforduló lerakódásokig szinte mindent megtisztít, kipucol, feltölt, nagyon sok ásványi anyagot tartalmaz, nagyon jó íze van, tehát ez a gyerekeknek is adható, és nincs benne korlátozás, ami nagyon fontos, hogy bármikor, bármilyen korosztály fogyaszthatja, tehát egészen kicsi kortól lehet fogyasztani. Én a csipke teját úgy készítem el, hogy három nap fogyasszuk a csipke teát. Első nap fölmelegítem, és érett csipkét használok. Fölmelegítem a csipke teát, másnap leszűröm, fölengedem vízzel, harmadik nap leszűröm, és még egyszer, tehát háromszor kell felfőzni, és úgy a csipkéből az összes hatóanyag ki tud oldódni. Feloldható tinktúrának, tehát pálinkába is beoltatva, ezt a férfiak különösen kedvelik. Nagyon erős hatású egyébként hozzátartozik, szirupokat lehet belőle készíteni, nagyon sok mindenre jó. A csipke lekvárt is sokan ismerik, valaha régen csinálták, nem, azért annyira nem macera, én is kipróbáltam, tehát én azt mondom, hogy aki teheti, tegye. Ugye sokan itt arra hivatkoznak, hogy a C-vitamin tartalom, meg izél, hogy az kell a csipkéből. Nem. A C-vitamint nem a csipkéből kell bepótolni, hanem ebből. A friss, télen is tárolható zöldségfélékből, azért, mert azokat úgy találta ki a természet, hogy ők a leguniverzálisabban és a legjobb formában tudják hosszú távon tárolni a C-vitamint. Semmi esetre sem eszünk télen paprikát, és nem eszünk paradicsomot sem, hanem eszünk káposztát helyette, sütőtököt eszünk helyette, ami szintén magas C-vitamin tartalmú, és szintén eszünk magokat, amiben az összes nyomelem és minden egyéb megtalált, amire szükségünk van. És lehet egy téli egészséges étkezést létrehozni, úgyhogy én azt kívánom, hogy ízlődjék mindenkinek.